Ha van egy pillanat, amikor úgy érzed, hogy Istenem, belekerültem ebbe a feketességbe, mi a fene? Ez az. Ez az, igen. Ma reggel a hangolódj az új lehetőségekre meditációt végeztem, és valóban belekerültem abba a térbe, ahol azt mondtad, legyél több abból, és kevesebb magadból. És amikor azt mondtad a meditációban, csak megjelent ez a fekete képernyő. Beléptem abba az üres térbe. Beléptem a kvantum. Ez egy valódi dolog, igaz? Ez egy valódi dolog. Mi ez? Amikor arra utalsz, hogy legyél több abból, az mit jelent? Nos, a valóságnak csak nagyon-nagyon kis százalékát érzékeljük. Annak a valószínűsége, hogy a valóságot látjuk, valójában nulla. Ha megnézzük az egész elektromágneses spektrumot, az összes frekvenciát, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, az egész spektrumot, ha ezt megnézzük, akkor van egy kis szelete a frekvenciának. Ez a szivárvány, a vörös, narancs, sárga, kék, zöld, indigó ibolya. Ez a kis frekvencia spektrum, amit a nap létrehoz. Ez verődik vissza az energia legstabilabb formájáról, az anyagról. És ez okozza azt, hogy úgy tudjuk, egy helyhez kötött tudatosság vagyunk, elkülönülve mindentől, ami körülöttünk van. Minden embertől, minden tárgytól, minden helytől, mindentől. Ez azt okozza, hogy egyszer csak elmerülünk ebben a hologramban, teljes figyelmünk az anyagi világra irányul, és az érzékszerveink hozzákötnek minket ehhez a háromdimenziós valósághoz. És minden atomokból áll. Az atomok 99 99,9999%-ban információkból állnak, és semmi olyanból, amit az érzékszerveinkkel érzékelünk. A valóság 0,00001%-át látjuk, és ez az energia fagyott állapota, amit anyagnak hívunk. És így, az agyunk nem arra van beállítva, hogy a valóság másik 99 99,999%-át érzékelje. Ha minden atomokból áll, és ezek többnyire semmiből, energiából, információból és frekvenciából állnak, akkor én csak egy nagyon kis százalékot érzékelek belőled. És így te is csak egy kis százalékát érzékeled magadnak. Ha felnagyítanád, egy atom magját egy Volkswagen busz méretűre, akkor az elektron, az a mező, ahol az az elektron létezhetne, az jutak méretű lenne. Tehát az atomokban rengeteg hely van, de nem üres, energia és frekvencia van benne. Tehát ha minden atomokból áll, és ez nagyrészt energia és információ, és mi az anyagi világra szűkítjük a fókuszunkat. Ha megkérjük az embereket, hogy nyissák meg a tudatosságukat, és nyissák meg a figyelmüket a semmire, ne gondoljanak az életben lévő emberekre, lépjenek túl a testükön, ne gondoljanak a helyre, ahol vannak, tárgyakra, amiket birtokolnak, hogy hol kell lenniük a következő pillanatban hogy megjósolják a jövőt. Valahogy belecsúszanak oda, ahol csak a tiszta tudatosságuk van, ahol nincs semmi, csak önmaguk. Az érzékelése a térnek és a tudatosság megnyitása oda helyezi a figyelmed az összes energiára. Ha megtanítod az embereket, hogy jobban figyeljenek az energia hullám természetére, a kvantumfizikában és kevésbé a részecskére, több figyelmet adjanak az energiának, és kevesebbet az anyagnak. Ha tovább folytatod ezt, akkor több lesz belőle, és kevesebb lesz belőled. Több figyelmet adsz neki, kevesebbet magadnak. Ahová a figyelmet helyezed, oda helyezed az energiádat. Tanítsd meg az embereket, hogy maradjanak jelen vele. Legyenek tudatában, érezzék, tapasztalják meg, váljanak azzá, és legyen kevesebb magukból. Veszítsék el az én érzékelésüket, az elkülönülés érzését a semmitől. Valahogy az a cselekedet, hogy ezt újra és újra megteszed, készteti a vegetatív idegrendszert, a test hangvilláját, ha úgy tetszik, hogy elkezdjen rezonálni és rezegni a mező különböző frekvenciáira. Ez nagyobb koherenciát, nagyobb rendet teremt a vegetatív idegrendszerben, amely egyre nagyobb rendezettségi szintekre szabályoz. És így, amikor a kvantum mezőről beszélünk, ez egy láthatatlan energiamező, ami az érzékszerveinken túl létezik. Mit jelent ez? Nem láthatod. Túl van a képességünkön, hogy lássuk. Nem hallhatjuk, nem szagolhatjuk, nem ízlelhetjük. Mindezt a háromdimenziós valóságban teszed. Az egyetlen módja, hogy megtapasztald, hogy tudatossá válsz rá. És valahogy, amikor gondolsz rá, vagy tudatossá válsz rá, az megváltoztatja a frekvenciáját és az energiáját. Tehát vegyük rá az embereket, hogy jobban figyeljenek erre, erre a semmire. A kvantummezőre. Vegyünk el mindent, ami fizikai, vegyünk el mindent, ami anyagi, és már is marad a semmi. És ez a semmi, amit felfedeztünk, nagyon sok mindenben gazdag. Amikor az emberek elkezdenek több figyelmet fordítani rá, és kevesebbet magukra, valahogy drámai változások következnek be az idegrendszerükben, a biológiájukban. A sejtjeikben, az immunrendszerükben és a génkifejeződésükben. Valahogy ez a mező nagyobb rendezettségi szintre tanítja az idegrendszerünket, és minél koherensebb az idegrendszer, annál koherensebb információt kapnak a sejtek és a szövetek. Szóval, ha van egy pillanat, amikor úgy érzed, hogy Istenem belekerültem ebbe a feketességben, mi a fene? Ez az. Ez az, igen. És ez majdnem olyan, mintha aktiválnánk új érzékeket is. Amikor az öt érzékszervünkön túl érzékelünk, amikor a meditáció állapotában vagyunk, és én csak kapcsolatokat hozok létre az elmémben, mert ha elsősorban energia és hullám vagyunk, és ebbe a részecske anyag állapotba zuhanunk, akkor ez az energia valóban a lényege annak, ahol minden létrejön. És kellett, hogy legyen oka, hogy létrehozza az anyagot. Mi volt az? Van valami rálátásod, hogy miért? Azt hiszem, az én, az én legjobb tudásom szerint, ha visszamegyünk egészen a teremtés pillanatáig, kvantumfizikai nézőpontból megérkezünk a forráshoz, a nagyon magas frekvenciájú energiának, vagy a magas rendezettségnek annyi energia, annyi rend, annyi intelligencia van, hogy ez teremt minden fizikai és anyagi dolgot. Ez a forrás valójában a tudata mindenkinek, mindennek, mindenhol, minden időben. Ez, ez a minden a mindenben, ez az egység. Tehát hogy valami más tapasztalj, mint az egység, valami mássá kell válnod, mint az egység, el kell válnunk a forrástól. És a kérdés az, hogy mi van, ha sok van? Ahelyett, hogy egy lenne. És mi van mindazon kívül, amit ismerünk? Menjünk ki és fedezzük fel. Mi az? Azt hiszem, a frekvencia lelassulása egészen az anyag sűrűségéig lehetőséget ad nekünk, hogy magunkkal vigyük az egység egy darabját, és már nem vagyunk többé kapcsolódva senkihez, semmihez, sehol, semmikor. Megvan a saját szabad akaratunk, hogy megteremtsük a valóságot, hogy megválaszoljam a kérdést, létezik-e más, mint az egység. És így aztán minden egyes lélek a maga útján különböző fizikai formát és háromdimenziós valóságot öltve azért van itt, hogy megszagolja egy baba fejé, hogy megígyon egy igazán nagyszerű csésze kávé. Hogy szeretetet és örömöt érezzen, és megízlelje és megtapasztalja az életet. Aztán, amikor az élménynek vége, valami mást hozzon létre. De ha annyira elmerülünk az elkülönülés illúziójában, hogy elfelejtjük, honnan jöttünk, a teremtési folyamat a háromdimenziós valóságban azt jelenti, valamit tennünk kell az eredmény érdekében. Teremteni a 3 d valóságban mindenhez idő és energia kell, mert a testünket a térben kell mozgatnunk, és tennünk kell a dolgokat, hogy létrejöjjön a valami, hogy tapasztaljunk. Tehát minden fizikai és anyagi dolog a legalacsonyabb frekvencián rezeg, amit az érzékszerveinkkel érzékelünk. De ez a forrásból jön. Minden atom a forrásból származik. És így az a mátrix, ahogy az atomok összeállnak és információt osztanak meg egymással, más és más formákat alkotnak, különböző molekulákat és különböző elemeket alkotnak. És ezek összeadódnak, és létrehozzák ezt a valóságot. De van egy intelligencia, amely rendszerezi mindezt, információvá alakítja. Így aztán ez a láthatatlan energia mező, ami az érzékszerveinken túl létezik, ez történetesen semmi fizikai és anyagi, és képesnek lenni arra a helyre eljutni, és megváltoztatni az információt a mezőben. A kísérlet az, hogy ha meg tudnám változtatni az információt a mezőben, megváltoztathatnám-e az életem sorsát? megváltoztathatnám-e a háromdimenziós valóság hologramját? Változtathatnék-e az eredményen? Ha mindez a forrásból származik, akkor ha elég közel kerülök a forráshoz, és a mezőből teremtek, nem pedig az anyagból, talán lerövidíthetem a távolságot a amit gondolok, hogy akarok, és a hogy megéljem azt, ha a mezőből teremtek, nem pedig anyagból anyaggá.